Az alacsony padlózatú tolóajtós autót az idősek könnyen használhatják. A 7 személyes jármű már szolgálatba is állt. Keszthelyi időskorúak vehetik igénybe, ha kórházba vagy a házi orvoshoz kell eljutniuk. Keszthely város idősügyi tanácsának elnöke elmondta, hogy egyedülálló és hiánypótló ez a szolgáltatás. Az idősügyi tanács tavalyi évben nagyon sok megkeresést kapott azzal kapcsolatban, hogy Keszthely területén több, különösen az egyedülálló idősebb emberek esetében nehézséget okoz az, hogy eljussanak az orvoshoz, házi orvoshoz, kórházba, esetlegesen gyógyszertárba, és azon gondolkoztunk az intézményvezető asszonnyal, hogy milyen megoldást tudnánk találni ennek a problémának a kiküszöbölésére, és egy pályázati forráson keresztül volt lehetőségünk finanszírozást találni arra, hogy egy gépjárművet, illetve gépjárművezetőt tudjunk szolgálatba állítani, úgymond. A szolgáltatás szórólapokon hirdeti az Egyesített Szociális Intézmény. Már most nagy érdeklődést tapasztalnak, mondta Királyné Domaházi Csilla intézményvezető. A pályázatnak köszönhetően sem a városnak, sem az Egyesített Szociális Intézménynek nem jelent pluszköltséget a szolgáltatás. 2021. februárjáig ez a szolgáltatás működni fog. Hangsúlyoznom kell, hogy a rászoruló idősek részéről ingyen és bérmentve tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani, hiszen a pályázati forrás lehetővé teszi magának az autónak a bérlését, az üzemanyag költségét és minden egyéb más költségét. Úgyhogy mi, és illetve hát nyilván a gépkocsi vezető bére is benne van ebbe a pályázati forrásba. Az idősek szállító szolgálatát keszthelyi idősek vehetik igénybe a város területén belül hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Az Egyesített Szociális Intézmény diszpécserénél telefonon kell jelezni az igényt 8 és 12 óra között. A tervek szerint a nyár végén összegzik a program tapasztalatait, és ha szükséges, módosítják a szolgáltatást.